Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk az Ifjúsági Házban, és hamarosan egy érdekes könyvbemutató kezdődik. A szerzővel, Domonkos Lászlóval beszélgetünk. A könyv címe is érdekes. Honnan jött ez a kutatás? Hát a kutatás tulajdonképpen onnan jött, hogy egy olyan ötletet és olyan hírt kaptam, hogy vannak olyan emberei a magyar történelemnek, akikkel én is foglalkoztam korábban, nem föltétlen P. Ábrahám Dezsővel természetesen, akik olyan dolgokat vittek véghez, amire érdemes volna figyelni, de teljes egészében a felejtés homályába vesztek, és van nekünk egy olyan elfelejtett miniszterelnökünk, méghozzá nagyon is komoly történelmi időből, 1919 nyaráról, amikor egészen más dolgokat tanultunk, és amivel kapcsolatban olyanok az információink, amik enyhén szóval vagy nem felelnek meg a valóságnak, vagy teljes egészében hallgatás övezi őket. Én úgy gondoltam, hogy érdemes megmutatnunk egy olyan embert, P. Ábrahám Dezsőt, aki itt Karcagon, a nagykunságban volt országgyűlési képviselő, ennek a vidéknek a népét, ennek a vidéknek a gondjait vitte magával, és végül is olyan szerephez jutott, egy egészen váratlan, hirtelen helyzet, olyan szerephez jutott a magyar történelembe, hogy végül is neki volt köszönhető az, hogy az ország abból a szörnyű helyzetből, ami Trianont közvetlenül megelőzte, a 18-19-es időszakból, később a Horthy rendszer konszolidációjával kilábalhatott, ez tulajdonképpen neki volt köszönhető, annyit róla, hogy ő volt az a miniszterelnök, aki kinevezte a Nemzeti Hadsereg fővezérévé Horthy Miklóst. Horthy Miklós neki köszönhetően indulhatott el Szegedről, és egyáltalán, ha nincs P. Ábrahám Dezső, akkor egészen nem teljesen biztos az, hogy Horthy Miklós bevonulhatott volna Budapestre, és hogy később egy olyan korszak kezdődhetett volna, ami mégis a trianoni csapás után valamennyire normális mederbe taszítja az országot, normális mederbe viszi az országot, és az a konszolidáció, amit később betteni konszolidációnak neveznek a Horthy korszak első időszakát, valószínűleg nem történhetett volna meg, hogyha P. Ábrahám Dezső egy rettenetesen nehéz történelmi helyzetben ezt a lépést meg nem teszi, és az egész ember gondoltam, hogy érdemes az egész egyébként nem akármilyen életutat is megmutatni, 98 évet élt, és egészen a legutolsó időkig a kommunista időben a rendszer legrettegettebb ellenségei közé tartozott, amit az bizonyít, hogy 96 éves koráig volt intenzív rendőri ellenőrzés alatt. Talán ennyi elég bemutatásul. Én még azt láttam volna kérdezni, hogy hát a Kunságban vagyunk, tehát a Szeged az ön életében is egy kötődés, a Szeged az egy közös pont, akkor igen, mondhatjuk igen. Így, és a kunsági emberi tulajdonságok, amit itt most mi mondunk, hogy konok, nyakasok, ez már az ő idejében is megvolt? Abszolút megvolt, ő debreceni ember volt. Tehát innentől már lehet is némi rokonságát, hogy a debreceni nyakas kálvinisták, meg az itteni haragvó kunok, ahogyan Berzsenyi írta, haragos kunok, ezeknél a rokonság eléggé nyilvánvaló. Ő több olyan írásban is rátaláltam, több írására, elég sok írása elérhető egyébként az Országos Széchenyi Könyvtárban, kéziratban maradtak fenn, ahol ő többször az itteni kunsági képviselőit jellemzi, és ezen keresztül a kunsági embereket, hát azt hiszem, hogy ezek eléggé tartós és állandó jellemvonások. Ezek egyébként nagyon sokszor meglepően érzékletes képet fest, nagyon jó íráskészsége volt, és nagyon érdekes írásai vannak, hát ezekből elég sokat sikerült felhasználni a könyvben. Érdeklődéssel várjuk az előadást, köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is! Varga Mihály miniszter úr, mint képviselő, gondolom így csöppent az ügybe, hiszen egy képviselőről szól ez a könyv is, aki Karcagot képviselte azért sok évvel ezelőtt, de gondolom ez egy közös pont az önök életében. Így van, nyugodtan mondhatom, hogy egyik inspirálója voltam ennek a könyvnek. Az előzménye az, hogy amikor a Karcagi választókerület története című könyv megjelent, akkor ebben örömmel fedeztem fel, hogy volt egy olyan karcagi képviselő, aki a szegedi ellenkormány miniszterelnökévé is avanzsált, és aztán a II. Világháború után is volt egy képviselői korszaka, tehát az első világháború előtt és a II. Világháború után is volt parlamenti képviselő. Érdekes személyiség, hosszú, kalandos, regényes élete volt, méltó arra szerintem, hogy megörökítsük, és hát nekünk meg karcagiaknak egy kis büszkeséggel mondhatjuk, hogy volt miniszterelnökünk is. És hát itt hallottuk az előbb a szerzőtől, hogy ugyanolyan nyakas konok kun volt, bár debreceni születésű, mint a jelen kunok és a jelen képviselő úr is, aki azért nagyon sok mindent tett már a városért és a körzetért. Így van, a P. Ábrahám Dezső bármilyen furcsa és nagyon sok szempontból kötődik hozzánk, hiszen nem csak a Debrecen közelsége, az a protestáns világ, ahonnan mi is jövünk, köt össze bennünket, hanem az a politikai gondolkodás is, ami ezekre az alföldi mezővárosokra jellemző volt. Kicsit elfeledtük őt, kicsit újra kell olvasni az élettörténetét. Mindenkinek ajánlom, hogy egy könnyű nyári olvasmányként azért vegye majd elő ezt a könyvet. Köszönjük szépen! Én is köszönöm!